Örvendezzünk az Úrban mindnyájan, mert megszületett üdvözítőnk, ma szállott közénk a mennyből az igazi békesség. Ezen a szent estén megállunk, kiszakadunk a hétköznapi rohanásból. Az egész világ elcsendesedik, helyet készít. Helyet készít az ember lélek Istennek. Szent Mise elején, ha méltó hajlékot akarunk készíteni az üdvözítő számára, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és tartsunk bűnbánatot. Megismertük a Földön,
Az ő örömeit is elnyerjük a mennyben, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy újongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, és ahogy akkor örülnek, amikor a zsák megbosztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetörted, mint Midián idejében. Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni, csodálatos tanácsadó, erős Isten, örök atya, béke fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet a jog és az igazság által megerősít és megszilárdít mostantól fogva mindörökké. Ezt teszi a seregek urának féltő szeretete. Ez az Isten igéje. Testvéreim, Isten üdvözítő kegyelme megnyilvánult minden ember számára, és arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal. Éljünk becsületesen, buzgón és szentül ezen a világon. Vágyunk reményünk boldog beteljesedését, nagy Istenünknek és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Hiszen ő önmagát adta értünk, hogy minket minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jó tettekben buzgolkodó, választott népévé tegyen. Ez az Isten igéje. Isten született ma nékünk, a Messiás, a mi Urunk. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Augustus császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Kirinusz szólt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. Galilea Názáret nevű városából József is fölment Dávid városába, a judeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével Máriával, aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta, és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában.
Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek. Az angyal így szólt hozzájuk, ne féljetek, íme jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a megváltótok, az Úr Krisztus Dávid városában. Ez lesz nektek a jel, kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve. Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Istent dicsőítve ezt zengték, dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Az evangélium tanítása legyen bennünk bocsánatára. Ünneplő testvérek, egy hosszú adventi időszakon vagyunk túl. Készültünk lelkileg, hogy be tudjuk fogadni az emberré lett Istent, aki az első karácsony óta már nem csak valóságos Isten, hanem valóságos emberi személy is lett. És a hosszú felkészülés után végre itt van a csúcspont, az ünnep legtitokzatosabb, legmélyebb érzelmeket mozgatva, és ilyenkor egy kicsit érdemes megállni, és elgondolkodni azon, hogy mit csinálnak ilyenkor az emberek. Bárkiről legyen szó, akár vallásos, akár nem, akár tudja, hogy mit ünneplünk, akár nem, mindenkire érvényes a megállapítás, hogy az emberek ünnepelnek. Ám ha szétnézünk magunk körül, akkor észrevesszük, hogy az ünneplésnek a módja, ahogy anyja az, nagyon széles skálán mozog. Csak néhány szemelvény. Látjuk azt, hogy nagyon sokan elutaznak. Igyekeznek megváltoztatni és elkerülni azt a helyszínt, ahol a mindennapi robotmunkájuk folyik. Mennek pihenni. Látszik ez abból is, hogy ha valaki ilyenkor akarna helyet foglalni valamelyik wellness szállodában, alig ha van esélye rá. Hogyha az időjárás engedni, megtelnek a síparadicsomok, és hogyha egy szóval akarjuk összefoglalni, hogy mit csinálnak ezek az emberek, mit akarnak, mit keresnek, akkor azt mondhatjuk, hogy örömet keresnek, boldogságot. Ismét mások kicsit válságban vannak, mert nem igazán tudnak mit kezdeni a mai ünneppel, azért, mert vagy nincs hitük, vagy zavaros, vagy csak nagyon gyenge, imádkozni nem tudnak. Úgy zárójelben mondom, hogy végig kérdezgettem a kisiskolás gyermekeket adventben, hittanórákon, hogy mit ünneplünk karácsonykor. Azt is. Csak még nem jött meg, nem látszik a kanyarban. A kanyartól. Igen, szerteágazó a válasz. Teret. Ő még nem kisiskolás. Ünnepeljük a telet. Hangzik a válasz, ugye. A fenyőfát, az ajándékokat,
olyan válasz is volt, hogy azt ünnepeljük, hogy nem kell iskolába menni. 10 gyerekből körülbelül egy vagy kettő mondta azt, hogy a kis Jézus születését ünnepeljük. Sokszor érdekes, hogy mint a többi ünnep, ez is, vagy ez még inkább, abban az irányban csúcsosodik ki sok ember számára, hogy nagyokat eszik és iszik önfeledten, élvezi azt a szabadságot, hogy végre nem kell dolgozni menni, nem kell iskolába menni. Úgy zárójelben egy megmosolyogtató, legalábbis számomra mosolyogtató volt első hallásra. Egy olyan adat, hogy hát hallottam egy riportot a rádióban egy olyan orvossal, aki előszeretettel vállal ügyeletet karácsonyi időszakban, és megkérdezte tőle a riporter, hogy mégis az ügyeletes orvoshoz ilyenkor milyen panaszokkal mennek az emberek? És azt mondta ez az orvos, hogy hát a leggyakoribb a gyomorrontás és az alkohol túladagolás. Az önfelett örömnek üröm lesz a vége, ha nem jó helyen keresi az ember a boldogulását. Egy kevésbé megmosolyogtató örömkeresés, illetve egy adat, ami a rossz helyen való örömkeresést igazolja. A felmérések szerint most az idei karácsony előtt a tavainál sokkal többen vettek fel hitelt ajándékvásárlásra. Még mindig nem tanultak sokan. Vajon mi lesz a vége? Az egyik karácsonykor egy sok gyermekes családnál voltam, ahol már nagyon nagy volt a kíváncsiság is. Hát, időnap előtt ki kellett bontani az ajándékokat. Az 5 gyerekből egy sem örült igazán. Csalódottak voltak. Pedig mindenki személyre szabott ajándékot kapott, névre szóló ajándékot. Nem is túl olcsó ajándékot, de a várakozás nem teljesült be, mert az egyik iPhone-t, a másik laptopot, a harmadik táblagépet, a negyedik, nem tudom még milyen, internet előfizetést várt. Csalódottság volt a vége, mert a szülők nem tudtak lépést tartani az ajándékozási hisztériával, illetve az igényekkel. Igazából azok keresik jó helyen az örömet és a boldogságot, akik az Istennel ünnepelnek. A betlehemi játszol egyszerűségében. Ott, ahol tudatosul az emberben, hogy az Isten fia még szállást sem kapott, rá meleget a marha lehelt, és mégis boldog volt Mária, József, boldogok voltak a pásztorok, mert az igazi boldogságot keresték, és jó helyen keresték. Ott keresték, ahol az Isten találkozik az emberrel. Tolsztojnak, a boldogságot kereső embere, egy dúsgazdag ember volt, aki eladta mindenét, pénzét tette mindenét, és elindult, hogy keresse a boldogságot, kereste a tudományban, kereste a művészetekben, kereste az utazásban, dorbézolásban, különböző élvezetekben. Telt múlt az idő, egyre öregebb, fáradtabb, és ezzel arányosan
egyre kiábrándultabb lett, és így fáradtan, öregen, kiábrándultan bandukolt éjszaka egy hatalmas épület előtt készült elhaladni, és arra lett figyelmes, hogy lélekemelő, megragadó dallam árad ki ebből az épületből, vette a bátorságot, benyitott, és egy templomban találta magát. Templomban, ahol szenteste az emberek az Istennel akartak ünnepelni. Tolsztojnak az örömet, boldogságot kereső embere ott eltelt lelki békével, megtalálta azt, amit sehol máshol nem talált meg. Valahogy így vagyunk mi is, mai emberek, különböző utakon keressük a boldogságot, a legjobb, a leghatásosabb, ha ott keressük, ahol az Isten találkozik az emberrel, ahol az Isten belép az életünkbe. Belép az életünkbe, szállást keres, és hogyha adunk neki helyet a lelkünkben, a szívünkben, az életünkben, hogyha engedjük, hogy az Isten fia a személyiségünket uralja, akkor boldogok leszünk, akkor is, hogyha szegények vagyunk, akkor is, ha nem mindig jut kifizetni a számlákat, akkor is, hogyha a bankok meg akarnak nyomorítani, és még sorolhatnánk a sok nyomorúságot. ...1958-ban választották meg a jó pápát, a világ plébánosát, 23. János pápát. Megválasztása után az első útja ennek a jó pápának Sant'Angelo börtönbe vezetett, ahol a rabok legnagyobb csodálatára a következő szavakat intézte hozzájuk. Tudom, hogy ti nem jöhettek hozzám, hogy lássatok engem. Azért én jöttem el hozzátok, hogy elmondjam nektek személyesen, szeretlek titeket úgy, ahogy vagytok. Azt hiszem, itt lehet megragadni a karácsony lényegét. Ez a karácsony ilyen egyszerű, az Isten eljön hozzánk. Hozzánk, akik képtelenek vagyunk ő hozzá eljutni. Eljön hozzánk egyszerűen azért, hogy elmondja, szeret bennünket. Nagyon szép az angyalnak az üzenete a pusztában. Ne féljetek, örömet hirdetek nektek, ma született a megváltó Jézus Krisztus. Gyermeket találok pólyába takarva, jászolva fektetve. Így jött el az Isten. Az egyik lelkiíró próbálja felrázni hallgatóságát. Hallottátok? Megváltó született, Isten emberré lett, hogy osztozzon sorsunkban, örömünkben, bánatunkban. Azt mondja nekünk, szeretlek titeket úgy, ahogy vagytok, szentek, bűnösök, gyengék és elesettek, önzők és hanyagok, hívők és hitetlenek, templomba járók és templomkerülők. Szembesülünk azzal a nézettel, hogy a karácsony története is csak egy mese, egy legenda, ami elnézést a kifejezésért, de valaki úgy fogalmazta meg, hogy gyereknek és öregembernek, illetve öregasszonynak való. Tegyük fel a kérdést. Vajon mese az, legenda az, hogy az Isten közénk jött? Gondolkodjunk csak egy kicsit. Ha a karácsony mese volna, akkor abban a mesében megváltó,
jött volna el, ahogy az akkori zsidó ember elképzelte, dicsőséges hadvezérként, aki ki tudja verni a római birodalom elnyomó katonáit a zsidók országából. De az Isten nem így jött el. Úgy jött el, ahogy senki nem várta. Hogyha ez mese és legenda lenne, akkor Heródes nem ölette volna le az ártatlan gyermekeket a Betlehemben és környékén. De kiadta a parancsot, hogy minden 2 évesnél fiatalabb fiúgyereket meg kell ölni, mert Jézust el akarta tenni lábalól. Hogyha ez mese lenne, akkor Jézusnak a létét és magát Jézust senki nem tagadná, nem szidná, nem hanyagolná el, mert a mesét nem lehet szidni, elhanyagolni, megvetni. Ha a karácsony mese volna, akkor annak idején Augustus császár nem adta volna ki a Pax Romana rendeletet, a római békerendeletét, amelyben elrendelte, hogy minden viszálykodást, minden harcot abba kell hagyni, és mindenki imádkozzon a saját Istenéhez, mert ő már érezte, hogy küszöbön van a római birodalomnak a bukása. Imádkozni küldte a római birodalom polgárait, mert ha nem imádkoznak, elvész a világ. Azt hiszem, hogy ezen történelmi események fényében azt mondhatjuk nyugodt lélekkel, hogy a karácsonyból az akar legendát, mítoszt csinálni, aki nem tud mit kezdeni vele, aki el akar menni, el akar menekülni az élet felelősség elől. Az elől a felelősség elől, hogy az Isten kopogtat a szívünk ajtaján, az életünk ajtaján, és nekünk felelősségünk, hogy beengedjük vagy sem. Tudnunk kell, és ha szétnézünk magunk körül a világban, látjuk, hogy a bűn ezer és ezer ajtón jön be életünkbe, személyiségünkbe, de csak egyetlen egy kiútja van, a megtérés. Az a megtérés, hogy az Isten parancsai szerint, az Isten akarata szerint rendezem az életemet, mert Jézus Krisztusban az Isten megmutatta, hogy szereti az embert, mégpedig minden embert és minden körülmények között. Annyira, hogy sorsközösséget vállalt velünk. Szegénységet, üldöztetést, kínzást, halált. Elvállalta mindezt, csak azért, hogy az Isten ne legyen számunkra olyan távoli, olyan mesebeli. A karácsony ünnepe tehát egy nagy meghívás, egy nagy bátorítás. Miután 23. János pápa, a világ plébánosa, a Sant'Angelo börtönt elhagyta, telt az idő, és a börtön parancsokától egyszer csak levelet kapott a pápa. És a levélben ez állt: a látogatása után a rabok élete megváltozott. Igazából ez a karácsonynak a követelménye, ez a karácsonynak az üzenete. Attól fogva, hogy az Isten ellátogatott hozzánk, és belépett az életünkbe, meg kell, hogy változzon az életünk. A karácsony tehát egy erőteljes meghívás, bátorítás keresztény életre, a hit gyakorlására, az egyház szeretetére, zárójelben mondom, ha valaki nem tudná, az egyház a megkeresztelt embereknek a közössége. Tehát egy szóval azt mondhatjuk, hogy az Isten és az ember szeretetére hív meg a karácsony. Hogy mennyire sürgető ez a meghívás, elvégre 2000 éve ismételten elhangzik.
és hogy mennyire képesek vagyunk a meghívás ellenére rossz irányba elmenni. Tisztelet a kivételnek, de a veszély fenyeget mindnyájunkat, éberen kell járnunk, hogy mennyire nagy a veszély, azt érzékelhetjük akkor, ha felidézzük az egyik szentatyának a tiltakozását, amely karácsonyi üzenetében hangzott el. A pápa tiltakozott azon istenkáromlás ellen, amit a mai ember csinált a karácsony ünnepéből. Vásárlás, féktelen evés, ivás, kirándulás. Azt mondja a Szentatya, senkinek sincs jogában meggyalázni a szeretet ünnepét. Aki megteszi, saját magát rekeszti ki Isten szeretetéből. Össze akarjuk foglalni a karácsonynak a lényegét, ami nem mitológia, nem legenda, nem mese, akkor idéznünk kell a Szentírást. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, és senki meg ne halljon, hanem örökké éljen. Erre a nagy lelkű, végtelen, a halálig elmenő isteni szeretetre egyetlen egy válasz van, amit Jézus úgy fogalmazott meg, hogy az Isten szeretnünk kell teljes elménkből, teljes erőnkből, szívünkből, lelkünkből, a másik embertől, magunkat. Ha ebbe az irányba haladunk, akkor egészen biztos, hogy minden külső körülmény ellenére azt az örömet és boldogságot, amit minden ember keres, meg fogjuk találni. Kívánom mindenkinek, hogy ezen a karácsonyon és a karácsonyt követő hétköznapokban is találjuk meg az örömünket. Kívánok mindenkinek Isten kegyelmével átitatott békés, boldog karácsonyi ünnepeket. Amen. Hiszek az egy Istenben, minden Atyában, minden látogatóban és látogatóban. Szent éjszakán földre szállt az Isten, örvendező szívvel térdeljünk jászoló elé, és kérjük. Add urunk, hogy betlehemi csillagot fénysugara, világítson be minden ember szívébe, hallgass meg, urunk. Védj magadnak szállást otthonainkban, és őrizd meg egységben családjainkat, hallgass meg, urunk. Add, hogy a betlehemi barlang egyszerűségéből
vigasztalás merítsenek a szegények és elhagyottak. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Költözzél szívünkbe kegyelmeddel, és ne engedd, hogy a bűn elszakítson tőled. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Töltsd el békéddel minden ember szívét, hogy megértés uralkodjék a világon. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, Te az Atya akaratából emberré lettél, és közöttünk lakoztál, hogy megoszd velünk az emberi élet örömeit, gondjait és bánatát. Megtestesülésed szent titkára kérünk, segíts most veled együtt úgy élnünk, hogy egykor veled legyünk az örök dicsőségben is, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük.
Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Tekints kérünk egy házad áldozati adományára. Ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Hadd, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével, Szent Józseffel, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Eleonórával, templomunk védőszentjével és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak végét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgáltat Ferenc pápánkat és Nándor püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltó népet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színet elé járjunk. Jóságos atyám, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmeddel költöztek el ebből a világból, fogadj be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztusunk által, mert által árasztod el minden jóval a világ. Ő által, ő vele és ő benne a tiéd mindenható, hogyha Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökként. Amen. Isten emberé, Isten gyermekeire, ezért nagy bizalommal is imádkozunk. Mi atyáink. Szándékos szerint békében, és
add meg teljes egységét, élsz és uralkodó a mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkedben. Köszöntsétek egymást a béke jelével.
vágunk születését, kérünk add kegyelmedet, hogy hozzá méltó életünkkel dicsőségében is részesüljünk, aki él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen. Hirdetem a kedves szíveknek, hogy karácsony első napján, azaz holnap december 25-én, és karácsony másodnapján, december 26-án is, vasárnapi időpontban 11 órakor lesznek a szentmisék. Azt követően legközelebb 28-án, vasárnap, a Szent Család vasárnapján 11 órakor lesz szentmise. December 31-én az évvégi hálaadás délután 4 órakor lesz. Január 1-én Szűz Mária Istenanyaságának ünnepén este 6 órakor lesz a szentmise. Az év első vasárnapján, január 4-én megszokott vasárnapi rendben 11 órakor lesz szentmise. Az ünnepélyes elbocsátás, az ünnepélyes elbocsátó áldás előtt egyszer kívánok mindenkinek áldott békés karácsonyi ünnepeket. Ha valakivel nem találkoznánk addig, akkor boldog új esztendőt is kívánok egyúttal. A újságos asztalunkon található a 2015-ös naptárok, kalendáriumok, lehet vásárolni belőlük. Az Úr legyen veletek! A végtelenül jóságos Isten, aki fiának megtestesülésével előzte a sötétséget a világból, és dicsősége születésével beragyogta ezt a szent éjszakát, üzze távol tőletek a bűn sötétségét, és ragyogja be szíveteket az erőre világosságával. Amen. Ő, aki azt akarta, hogy angyal hirdesse üdvözítőnk születésének nagy örömhírét a pásztoroknak, töltse be lelketeket örömével, és tegyen titeket evangéliumának hírnökévé. Amen. Ő, aki fiának megtestesülése által kibékítette egymással a mennyet és a földet, árasztan el benneteket a békesség és a jó akarat ajándékával, és fogadjon be mennyei egyházának tagjai sorába. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható és ember szerető Isten, az Atya, a Fiú